Kisbudai Tibor mesterszakács a vendégem. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Köszöntöm a nézőket, szia mindenkinek! Az előbb mondtam, hogy bizonyára sokan vannak már, akik tervezgetik a karácsonyi menüt, az ünnepi menüket, lehet, hogy már a szilveszterire is gondolnak, és számukra szeretnénk, illetve a többi nézőnk számára is egy kis segítséget nyújtani a tervezgetésbe. Hogyan gondoljunk erre az ünnepi menüre, az ünnepi ebédre, vacsorára? Mit tanácsolsz? Válasszuk a hagyományos étrendet, abból valamit, vagy merjünk kísérletezni és újítani is a megszokott menün? Kezdjük azzal, hogy gasztronómiában, mint a kunyhában legnehezebb talán eldönteni, mi az, hogy hagyományos. Mert ugye, ha abból indulok ki, hogy nálunk mi a hagyományos, mert a szűk családi körben, az teljesen eltér attól, amit mások értenek hagyományok alatt. Viszont nekünk ez lett a hagyomány, hogy valamit ehhez ragaszkodunk, és enélkül elképzelhetetlen. Ha már azt kérdezted tőlem, hogy tanács, hát tanács az legyen szerintem, hogy mindenki azt főzze meg ezen a napon, mivel van egy picivel több ideje, ami neki a legkedvesebb. És amit a családja szívesen fogyaszt. Természetesen, mert mindenki úgy főz a konyhába, remélem a férfiak is hallják ezt, hogy tessék igaziból mindenkinek főzni, ne csak magunknak. Tehát annál nagyobb, akit el nem lehet követni egy konyhában, amikor az ember, hát én nagyon szeretek valamit, és akkor ha tetszik, hanem mindenkinek azt kell. Persze én is csináltam sokszor ilyet, hogy de az olyan igaziból, mint hogyha megkínoznám a tisztelt meghívottakat. Na jó, de vannak ilyen iratlan szabályok, hogy mit tudom én karácsonykor is, mit illik, mit nem illik, mit jó, mit nem jó főzni. Miből válogassunk? Hát, ott kezdődik ugye az egész, hogy mi illik, mi nem, ez megint koroktól függően nagyon is eltérőek, mert hogyha a kezedbe veszed egy olyan szakácskönyvet, teszem azt, amit tudom, 50 évvel ezelőtt adtak ki, már ott kiviláglik, hogy igaziból nagyon nagyok az eltérések. Lettek divatok, de hogyha egy pici hagyományt szeretnék, hát akkor természetesen a töltött káposzta az nem maradhat ki, mert ugye nagyon is magyarosnak gondoljuk, természetesen tudja mindenki, hogy igaziból nem az, de attól, ahogy mi készítjük, úgy tényleg ez egy hagyományos magyar ételnek is felfogható. Azon kívül a halakra hívnám fel a figyelmet, amit méltán valahogy elfelejtünk, és egyre kevesebbet főzünk halból, és kevesebbet fogyasztunk halból, pedig hát egy alapvető élelmiszer kéne legyen minden héten legalább egyszer a konyhánkban. Vagy lehet, hogy túlsúlyba került a tengeri halaknak a fogyasztása? Hát igen, meg hogy igaziból persze ez most már megint egy külön órát lehetne csak arról beszélgetni, hogy miért tűntek el a hazai édesvízi halaink. Ugye nagyon keveset lehet, például hogy üzletláncolatokban is a legritkább esetben lehet hozzájutni, és meg már ott is kezdenek hazudozni, mert nem azt állítják, amit mi elképzeltünk. De hát azért egy kis utánajárással még mindig be lehet szerezni, hanem más pisztrángot Kolozsvár környékén mindig lehet vásárolni. És merjünk-e kísérletezni, tehát új recepteket kipróbálni ilyenkor, amikor esetleg barátok, rokonok is érkeznek a vacsorára? Egyéni elképzelések szerint természetesen, de mint az előbb mondtam, ne az legyen az a pillanat pont karácsonykor, amikor a legnagyobb kísérleteinket véghez visszük. Azon kívül próbáljuk meg egy picit lazán felfogni ezt az egészet, és inkább az ünnepnek megfelelő hangulat uralkodjon a konyhában, hogy hát végül is karácsony van, szeretet ünnepe, legyünk nyugodtak, és főzzünk olyat, amiben biztos, hogy nem fogunk belesülni, nem még oda, nem lesz rajzfilm jelenet, ugye, hogy füstöl mindenfelé. Pulyka, most csak úgy jutnak eszembe azok az ételek, amit egyre kevesebbet készítünk, nem feltétlenül az amerikai egybe hatalmas nagy pulyka, és már rögtön mondom a rajzfilm jut eszembe, hogy az hogyan lehet bocsot, de ezek már, hála Istennek, megint akár faluról is beszerezhetőek. Én például el tudom képzelni a kacsát, a libát, nem tudom, hogy a Márton napkor ugye mindenki evette libát, nekem az a kivételes szerencsém volt, hogy első liba volt, ami saját neveltetés, már nem én, hanem a család, de hatalmas élmény. Mondhatnék mást. Kérlek. A sültek. Megint csak nagyon pici változtatással próbáljunk gyümölcsökkel kombinálni. És azért most nem igaziból ereztem el a fantáziámat, mert akkor nekem ez nagyon könnyű, és akkor hirtelen elkezdek mindenfélét belevinni. Hát tegyen, légy szíves, mert jegyzetelünk.
Köszönöm szépen. Gyümölcsök. Fogyasszunk minél több gyümölcsöt, ugye ezt mindenki elmondta, gondolom, nem nagy újdonság, de felhívnám a figyelmet, hogy nem csak a déli gyümölcsökre gondolok ilyenkor, hanem ami még megmaradt nekünk, mert alma az hála Istennek van, körténk van, kiváló receptek léteznek, akármilyen receptes könyvben nem kell feltétlenül megnézni a régi filmeket, amit készítettek velem, hogy hányszor teszek gyümölcsöt ebben abban, de ezeket tessék nyugodtan felhasználni, és ültek mellé kiválóak szoktak lenni. Valahogy nagy divatját éri most azt, hogy mindent külföldről, minden termék külföldi, ugye hát aki ismer engem, az tudja, hogy én folyamatosan azt szeretném, hogy mindenki mondjuk egy 60 kilométeres körzetből vásárolna meg a hozzávalókat, mert ugye ennek több haszna van, kezdve azzal, hogy segítjük az egyéni termelőket. Tehát Kisbudai Tibor azt ajánlja, hogy vásároljunk termékeket a hazai gazdáktól, a helybeliektől, hogyha lehet. Hát itt kimaradt a felsorolásból a zöldségek sora. Bizonyára nagyon sokan fognak majd murkot, petrezselj, metzellert és hasonlókat vásárolni az ünnepi ebédhez. Miket figyeljünk meg ezeken? Melyik a jó portéka? Hogyan válogassunk? Nagyon nehéz ebben igaziból tuti receptet adni, tudnélik. Még engem is időnként sikerül átverni egy úgynevezett őstermelőnek, de a személyes kapcsolat talán az lenne a legfontosabb. Beszélgessünk el a termelővel, ismerjük meg, és onnantól lehet, hogy kialakul az a bizalom, hogy tényleg szinte becsukott szemmel lehet nála vásárolni, mert tudod azt, hogy mindig azt kapod, amit szeretnél. Azon kívül, ha egyszer valahogy sikerült rábukkanni egy megfelelő gyümölcsre vagy zöldségre, utána rögtön érzed majd a különbséget, amikor beleharapsz, hogy az egészen más. Ugyanígy van, a húst vásárolunk. Ott is lehet egyből érezni azt, hogy a nagy, óriás láncokból vásárolt húsnak egész más az állása, másot tart a zaftja, másképp viselkedik sütéskor, és ezt sajnos meg kell próbálni. Azon kívül... Ezt ki kell tapasztalni. Persze. Hát nagyon örvendek, ugye, hogy ilyen időszakban lehet beszélni azokról, hogy például a disznóvágások ideje most zajlik, ugye nagyon sok helyen kezdik levágni a disznókat. Aki egyszer kilátogat, és érdekes mód, látod, ehhez külföldről is nagy az érdeklődés. Pont ma hívtak fel, hogy hát valami olyat szeretnének, hogy falunk innen egy családnál, de nem megszervezve, nem úgy, hogy, hanem csak beengedjék őket, hogy nézzék meg, és Németország például erre kíváncsi, hogy itt nálunk hogyan történik ez. Hát biztos el fognak szörnyűködni, hogy mi még nem EU standard szerint öljük meg a disznót, mit jelent az, hogy mi perzselünk, mit jelent. De utána, hogyha a stáb is megkóstolja azt a fajta húst, meglátja, hogy milyen, de most nem akarok megint belemenni az én másik nagy veszőparipámban, miért nincsenek nálunk mindenütt mangalicák, mert ez mennyivel egészségesebb, mennyivel ízletesebb a húsa, de előbb-utóbb lesz, már vannak és egyáltalán gazdák, tényleg, Kolozsvár hogy jutunk körül. El ilyen helyekre? Mert ugye a legtöbben saját maguk használatára vágják a disznókat is. Hát erre megint csak egy picit viccesen, hogy tessenek felhívni engem, és akkor megmondom, hogy hol lehet jó mangalicát. Találni, de hogyha érdeklődik az ember, most már a piacon is néha találkozik az ember olyan eladóval, aki hajlandó szóba állni veled, nem azt nézi, hogy minden többet vásárol, minden több pénzt hagyott, és aztán véget, de vannak önök, akik el lehet cseverészni. Nekem nagy szerencsém van azzal, hogy hát évek óta üzöm ezt a kedvelt időtöltésemet, hogy a piacon legalább egy-két órát eltölteni hetente, de van, amikor naponta egy fél óra biztos rámegy, mert hogy én hajlandó vagyok megvárni, ameddig elmagyarázzák, lehet, hogy nehézkésen, lehet, hogy nem egyből pörgősen megy az egész, de elmagyarázzák, hogy hogyan, például az úr, aki az almákat bemutatta, hát csodálatos volt, hogy látszott, hogy érti, szereti, kedveli. Ezzel és van az elégtétel, hogy ő ilyet tud kezdeni. Ezekkel az emberekkel megismerkedni, és utána már kialakul az a rend. Mert mindenki be tudja állítani úgy a napját, hogy ezek igaziból része legyen az egész napi programnak. Annyi időt azért nem veszel tőlünk, mi akármennyire futásban van, hogy egy család, ha nem más, legalább ünnepekkor olyat készítsen, úgy tálalja, úgy, hogy sugározod a szeretet. Tóval a szeretet az benne kell legyen. Az imént is akartam kérdezni, hogy az egy dolog, hogy kiválasztjuk a menüt, végül eldöntjük, hogy milyen szempontok alapján mit főzünk, de hogy azt szívvel, lélekkel kell csinálni. Ugye számít az?
hát talán ezzel kellett volna, akkor kezdjük az egészet, hogy mindenre rányomja a bélyegét az, hogyha valaki a megfelelő lelki állapotban áll neki. Egész más íze lesz az ételnek, egész más lesz, mert a hangulat vége az is befolyásolja. Mindegy, az étel ugye minden ott kezdődik, hogy néz ki, hogy készít el egy tálat például, hogy az hogy mutat, mert az ember az első érzékelőszerv az a szeme, amivel észreveszi, hogy most mit, aztán jönnek az illatok, ugye aztán az ízek, hogy fokozatosan. De igaziból a legfontosabb az, hogyha tényleg meleg szívvel mindent. És úgy intézzük, hogy ne folyamatosan órára nézve kelljen mindent végezni a konyhában. Na de ehhez valószínű, hogy szükséges az előtti előkészületek sora, és mi az akkor, amit idejében beszerezhetünk, amit esetleg félkészre előkészíthetünk a szenteste előtt mondjuk? Hát beszéltünk már róla, ugye a töltött káposzta, azt tartja mindenki, hogy az harmadik, negyedik naptól kezdve igaziból akkor eresztik minden ízét ki a nagy tálba, amiben elkészítettük, vagy cserépedénybe, nálunk szokás, és a süteményeket megint igaziból egy-két nappal azelőtt el lehet készíteni, mert csak például egy mézes süteménynek az elkészítése az mindig akkor jó, hogyha már igaziból elpult, megpult az a réteg benne, ami a lap. Felszeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy méltánytalanul felejtjük el az olajos magvakat, ilyenkor fogyasztani, például nagyon egészségesek és nagyon jót tesz nekünk. Akár ha az előbb láttam, amikor jöttem be, hogy egy olyan műsorban valamit bevágtatok, egy beigli, és egyre kevesebb helyen készítik családok, pedig hatalmas szórakozás, és valaki mondta, valami rádiós kollégád mondta, hogy hát, hogy nekem sajnos nincs mák darálom, és nincs diodarálom, és ezek az eszközök kifogyóban hiányoznak, pedig igaziból ezek nem nagy pénzek, és lehet, hogy annyi kell, hogy el kell menni a szülőkhöz, és akkor ott mindig akad egy-egy ilyen, és ezeknek az elkészítése, én látom a mindennapjaimban, hogy hány helyen, ahol ráálltak erre, hogy közös főzések, ahol részt vesz mindenki a főzésben, ott mekkora elégtételek, sikerek minden családban, hogy hát elkészítettük a mi általunk elképzelt legfinomabb módon, és úgy is jött ki, és akkor onnantól kezdve jön az, amit én mondtam neked a legelején, hogy minden családnak lesznek hagyományai, hogy nálunk már csak így lehet az ételt sort kezdeni. De ha nem akarunk enni, akkor legalább ígyunk olyan italokat, ami, mert ugye a forralt borok ideje van, a boros teák, a különböző fűszerezettségű teák, ami egytől egyik mind kialakítatja azt az úgynevezett hagyományt, amit családi hagyománynak lehet tekinteni. Ez nagyon szép. Tehát családi hagyományokat kialakítani, nem feltétlenül a közösség hagyományaira építeni, akár muszájságból, ahogy szoktuk mondani. És ha azt mondod, hogy a közös főzés az külön élmény, akkor az a kérdés, hogy hogyan csalogassuk be azt a családtagot is a konyhába, aki nem feltétlenül ott érzi magát a legjobban. Hát egy vicces, mert a nővéremnek az unokája, ugye 2,5 éves, közelít a 3-hoz, és most van abban a korban, amikor be kell vezetni a konyhába. És ők érkeznek 2 hónaponta, biztos egyszer megérkeznek Kolozsvárra, és akkor az van, hogy na most akkor a borokának mit főzzünk. És valami eszméletlen jó dolog derül ki, amikor a gyerek a tiszta elképzeléseivel, az ő kis agyával, hogy fog, és akkor belemászik, és akkor mindent megtapogat, mindent elkezd játékosan foglalkozni vele, és gyújtja, és csavarja, és hozzá meséket lehet költeni, hogy most mi történik, mivel, és hogy nézzük, hogy például az, hogy kereszteni a tésztát, ami megint csak egy elég macerás dolog, mert ugye jó meleg kell legyen, meg időbe is telik, akkor azt eldugjuk a paplanok közé, és akkor ott figyeljük meg, hogy nő. Ezek azok a csodák, ami igaziból mindenkit odavonz a konyhába. Persze lehetne humorizálni azzal, hogy hogyan öltözünk ilyen alkalmakról, vagy, de a legfontosabb az, hogy a játék legyen meg, amiben magabiztosnak érzi magát mindenki. Az emberi kapcsolatok és a szeretet. Igen. Ez arról a két beszélgettünk. Fő gondolat tulajdonképpen. Kisbudai Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma. Köszönöm szépen.